Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az aktuális szerelmi energia. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, középen. Te állsz a középpontban. A lelki társad itt van melletted, jó szándékokkal közeledik hozzád. De te is jó indulatú vagy. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Szerencse a szerelemben, a párkapcsolatban. Ez a gyermek utalhat ártatlanságra, utalhat egy új kezdetre, de azt is jelentheti ez a gyermek, hogy van a közelben egy nő, aki hamis szándékokkal közeledik, figyelget benneteket, tehát ne légy olyan naív, mint egy kisgyermek, és légy óvatos. Ez a nő lehet valaki a te környezetedben, vagy lehet az ő ex-társnője, például egy gyermekkel, a gyermek anyukája. De nagyon rossz indulatú, és irigy figyelget benneteket, nagyon-nagyon kíváncsi. És itt látható, hogy ez igazságtalanság. Ez a bíróság itt a képen jelenthet egy bíróságot is, például az ő vállását, vagy egy örökösödési ügyet, de lehet egy olyan helyzet is, ami eddig igazságtalan volt. És hogy itt ez a hamis nő megjelenik, ez is egy igazságtalanság, de változtass a hozzáállásodon, figyelj oda rá, ne légy olyan gyermekes, naív, hanem legyen egy új irány, távolodj el ettől a nőtől, vagy neki kellene eltávolodnia. És akkor lesz a szerelemben egy szerencsés fordulat, itt is látható a szerencse, lesznek változások, és itt egy hosszú út. Olyan tervek, amit későbbiekben szeretnétek megvalósítani. Vagy ő tervez veled egy hosszú életutat, itt vannak a változások, mert veled együtt szeretne élni. Csupán ez a hamis nő akarja ezt megakadályozni. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.